Hősök tere Budapest és hazánk egyik legimpozánsabb, szimbólumokkal telített köztere. A Nemzeti Panteon az Andrássy út tengelyében, a Városliget nyugati oldalán fekszik. Az Andrássy út végén 1894-ben egy Ybl Miklós által tervezett hévizes díszkút állt. A Glóriát nevű építmény egy 2,5 méter magas, 6 szögletű terasz volt, aminek a közepén egy zászlótartó rúd magasodott, és két oldalról lépcső vezetett fel. Az egykori kutat ma egy fémlap jelzi. 1895-ben Mekerle Sándor miniszterelnök Sikedanc Albert építészt és Zala György szobrászt bízta meg a millenniumi emlékmű építésével. A teret az 1896-os milleniumi ünnepségre építették, és a magyarok 1000 éves történelmének állít emléket. 14 emblematikus történelmi személyiség szobra állít, középen obeliszkel, tetején Gabriel arkangyal szobrával, amely elnyerte az 1900-as párizsi világkiállítás nagydíját. A talpazaton Árpád fejedelem és a 6 vezér lovasz szobrai emelkednek ki. A tér két oldalát az 1896-ban épült eklektikus stílusú műcsarnok és az 1906-ban átadott szép művészeti múzeum keretezi. Az építész, aki a két oldalt, ugye a múzeumokat alkotta, kettő volt, Sikedanc Albert, és akit kevesebbet említünk, Herzog Fülöp. Ezeknek a munkájának köszönhető a megjelenése a térnek. Egyébként a Szépművészeti Múzeum helyén akkor, amikor az ezredévi ünnepségek voltak, akkor még a Feszti körképnek a helye volt, egy nagyon komoly, több emeletes épület volt ez, és ezt aztán később bontották le a első világháború előtt, amikor a Szépművészeti Múzeum át lett a helyébe. És hát az ezredévi kiállítás, ami nagyon-nagyon sikeres volt, 3 millió ember látogatta, így tudjuk. Egyébként itt a térnek az átalakítása nagyon költséges volt, 800 000 koronába került, akkor, amikor a föld alatti vasút, aminél mégis többet kellett ásni, és nagyobb mérnöki munka volt, az 3 700 000 koronába került. Úgyhogy egy kicsit hát ellene is voltak, de hát az ünnepségek fénye ezt elhomályosította. A 1937-ben, mert 38-ban itt volt az euharisztikus kongresszus, ahol a Pacelli bíboros, akkor még csak bíboros, a későbbi pápa itt megjelent, és annak a tiszteletére, hát nagy tömegeket vártak ide, akik hát letiporták volna a füvet meg a virágágyakat, akkor alakították ki ezt a lényegileg mostani kövezetet, hát nem teljesen mostani, mert felújították egy párszor. De különben már a 20-as években az ismeretlen katona emlékművét elhelyezték itt, amitnek a helyén aztán 56 tavaszán a magyar függetlenségére lelesett hősök feliratú került oda. Ez a szoborcsoport két félkörből áll, ezeket a művészetetőben hemiciklusnak nevezik. A tetejükön szoborcsoportok vannak, ugye ezek ilyen jelképesek, egyfelől a két szélén ugye a munka és a tudománynak a ábrázolása, illetve a békének és a háborúnak. Zala György szobrász bronzból alkotott királyszobrai csak 1905 és 1911 között készültek el. A királyoknak a szobrai, 45 után ezek egy részét eltávolították, és akkor a helyükre már meglévő, és a Ferenc József által a fővárosnak 1897-ben adományozott 10 szoborból azból kerültek oda, akik érdekes módon magyar függetlenségi harcok vezetői is vannak köztük. A szobrok alatt mindegyik dombormű az illető királynak valamilyen neves cselekedetéről szól. Egy kivétel van, mert Károly Róbert alatt inkább a 1278-as Morvamezei csata egyik jelenete, amikor is a magyarok gyakorlatilag megmentették Habsburg Rodolfot a csehektől, a csehotókártól, és ez valahogy a dinasztia felé tett gesztus. Történelem folyamán az emlékművet átalakították, hogy megfeleljen a mindenkori politikai nézetnek. A Tanácsköztársaság alatt 1919. május 1-én az egészet vörös drapériával vonták be. Gabriel arkangyal szobrát obeliszki alakították, és eléje Marx 7 méteres gipszből öntött alakját állították.
A Habsburg királyok szobrát kiemelték, amelyeket a két világháború között ismét felállítottak. A II. Világháború alatt az emlékmű is bombatalálatot kapott és súlyosan megsérült. A kommunista diktatúra alatt a Habsburg uralkodók szobrait lecserélték. Így került a térre Bocskai István, Bethlen Gábor, Tököli Imre, II. Rákóczi Ferenc és Kossuth Lajos szobra. A teret 1932-ben nevezték el Hősök terének. A tér a történelem folyamán gyakorta volt helyszíne tömegrendezvényeknek, számos tüntetésnek, politikai nagygyűlésnek. A Hősök tere az Andrássy úttal együtt a világörökség része.